A dal címét a megzenésített vers német szerzőjét kellett kitalálniuk a szolfés csoportokból verbúválódott 7-9 fős csapatoknak az egyik feladat során, akik a bonyhádi zenetörténeti vetélkedőn vettek részt. A csapatok egy-egy zenetörténeti kor zeneszerzőiről kvízjátékszerűen mérték összetudásukat. Köztük volt a zenével 12 éve foglalkozó Czárt Csenge Zsófia, aki nem csak zongorázni tanul és szolfésra jár, hanem a zeneelméletben is elmélyed. Azt mondja, erre a versenyre is alaposan felkészült a hármas csapat minden tagja. Zoli bácsival, Kolozsvári Zoltánnal órán is készültünk. Kaptunk internetes segédanyagot otthon, amit át tudtunk nézni egyedül. Számos zenét meghallgattunk órán, átismételtünk mindent, úgyhogy nagyon jól felkészültünk szerintem. Vannak könnyebb és nehezebb kérdések, azért bele kell ásni magunkat a zenetörténeti korszakokba, hogy meg tudjuk válaszolni ezeket, de nem teljesíthetetlen a feladat. Hat fős csapatokban dolgozunk ma, mi jó részt nagyobbak vagyunk, a gimnáziumban az iskolatársaimmal, de vannak az általános iskolából is a többiek, úgyhogy jól tudunk együtt dolgozni. Számomra fontos, hogy megismerjük ezeket a korszakokat, és a verseny nagy segítség ebben, így nem egyedül kell kidolgoznom a témákat, hanem a többiekkel együtt, szórakoztató formában. A bonyhádi iskolában hosszú évek óta hagyomány, hogy megrendezik ezt a zenei vetélkedőt. 22 éve adunk mi helyet ennek a versenynek, a Karcsi bácsival, és ez azért jó, mert nem csak a szokásos szolfés anyagot tanulják szolfés órán, hanem kicsit más dolgokat is tanulnak zenetörténetben, inkább benne vannak. Meg egy ilyen vetélkedő arra is jó, hogy ismétlés is. Tehát megtanulják, és később is fel tudják idézni. Tehát teljesen máshol daláról közelítjük meg a zenét, mint mondjuk egy sima szolfés órán, tehát sokkal színesebb. A zenetörténeti verseny ötlete Varga Károly ismert zenetörténész fejéből pattant ki közel 60 évvel ezelőtt. Az ismert zenepedagógus korábban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének volt a vezető tanára, és a Fővárosi Zeneiskola szervezett tanszékvezetőjeként tevékenykedett, 25 évig a Magyar Televízióban, 45 éven keresztül pedig a Magyar Rádióban vezetett zenei műsorokat. Zeneakadémista koromban felfedeztem, hogy nem csak a tudományokkal kapcsolatosan, meg egyéb természeti jelenségekkel, meg mással kapcsolatosan lehet az élet megnyilvánulásaival kapcsolatosan lehet kérdéseket föltenni és fejtörő játékokat folytatni, hanem ezt a zenével is meg lehet tenni. És az nagyon könnyedén társult az én életvitelemhez, életvonalamhoz, hogy ezt mondjam, mert nekem zeneakadémista koromban már az volt az elképzelésem, hogy tanítani, zenét tanítani, az tulajdonképpen csak élményszerűen lehet. Tehát a zene tanítása az nem más, mint az élmény átadása. És az akkor fölhalmoz statisztikai adottsoroktól kezdve valóban átélt zenei emlékeket is. Varga Károlynak a bonyhádi volt a 4899. versenye. Azt mondja, alig várja, hogy elérje az 5000. vetélkedőt, ami szerinte a zenei tanítás remek kiegészítési lehetősége, amivel elmélyíthetők a zenei ismeretek. A rádió sorozataimban is nagy vetélkedőket rendeztünk, mert az én elképzelésem szerint aztán úgy alakult ki, hogy legyenek zenei versenyek, nagyon ritkán, és csak azoknak, akik nagyon közel állnak a zenéhez, sőt, akik benne élnek a zenéhez, már fiatalkorban is, akár gyermekkorban is, és legyenek zenei vetélkedők, tehát komoly témájú és komoly keretek között megvalósított fejtörőjátékok, és legyenek zenei játékok, nagyrészt a kisebbeknek, de lehet ez akár a felnőtt fiatalok körében is. És így kialakult ez, és úgy láttam, hogy nagyon-nagyon érdemes. A versenyt a hármas csapat nyerte meg.